Szervusztok, szeretettel üdvözlök mindenkit, Horváth Gábor vagyok. Linuxoknak az üzemeltetésével, meg Linuxokat üzemeltető embereknek a segítésével foglalkozok most már lassan 10 éve, sőt, most, ha jól megszámolom, akkor most már több mint 10 éve. És ez alatt az idő alatt kialakult bennem az a kép, hogy nagyon sok Linuxos rendszergazda tölti az idejét elképesztően mechanikus, ismétlődő munkákkal, amikhez régen nem voltak eszközök, de ma már vannak, és ezek közül az eszközök közül szeretnék nektek mesélni igazából egyről, aminek két különböző változatát fogunk érinteni néhányszor az előadás alatt. Miért nagyvállalati? Ja, mi a különbség a között, amikor az ember két darab Linuxot üzemeltet, meg a között, amikor egy nagyvállalat számára üzemeltet több tucat vagy több száz Linux kiszolgálót? Az egyik lényeges különbség az az, hogy a háztáji jellegű üzemeltetésnek az ad-hoc jellege az, hogy amikor eszembe jut, frissítek, amikor eszembe jut, megcsinálom a munkát. Ez egy nagyvállalatnál nem működik, mert folyamatosan hajt az egyik oldalról az üzlet, másik oldalról a biztonsági osztály zaklat azzal, hogy mondja meg, hogy melyik gépeim nincsenek pecselve. De kifejezetten barátságtalan közeg, ahol a hatékonyság és az átláthatóság nagyon nagy szereppel bír, sokkal nagyobb szereppel, mint egy kis üzemben. És ehhez már tényleg muszáj eszközöket használni. Tehát működik az, hogy végig SS-házom az összes szervert, és megnézem, amire szükségem van, de nem feltétlenül hatékony ez, és nem feltétlenül kifizetődő. A szerverek életük során, a cégen belül, az üzemben végigjárnak néhány lépést, történnek velük dolgok. Ezek közül az első az, hogy föltelepítem a kiszolgálóra az operációs rendszert, beállítom rajta az alkalmazásokat, elkezdem letesztelni, amikor végigment a funkcionális és átadási teszteken, akkor élesbe állítom, amikor élesben van, akkor üzemeltetem egy darabig, ilyenkor még adott esetben hozzányúlok, frissítek, újra kell tesztelnem, mert változtatok az alapkonfigon, újabb SP-t teszek föl, újabb tetszőleges csomókat teszek föl, ebben a körben forog egy darabig, majd amikor eluntuk az egészet, úgy döntött az üzlet, hogy nem kell már a kutyának sem az alkalmazás, akkor kivezetjük. Mindeközben felmerülnek problémák. Miközben dolgozunk ezekkel a Linuxokkal, lesznek olyan dolgok, amiket jobban vagy kevésbé fáj megoldani. Ezek közül az egyik probléma, ami rendszeresen előjön, az a tömeges telepítés kérdése. Ugye a képen egy keltetőgép látható. A keltetőgép apropója az, hogy képzeljük el, hogy szeretnénk két darab napos csivét. Fogunk egy tyúkot, fogunk két tojást, tojást letesszük, tyúkot rátesszük, kis idő múlva lesz két napos csivénk. És ennek skálázódási gondjai vannak, hogyha szükségem van egy hét alatt 1000 darab napos csivére. Akkor nem működik az 500 darab tyúk. Kisebb problémákba fogok ütközni. Tehát nagyon nagy szükségem van egy telepítést, tömeges telepítéseket megkönnyítő, felgyorsító eszközre. Két jellemző helyzet van, amikor erre szükségem van. Az egyik az, amikor egyszerűen nagy mennyiségű gépem jön, vagy nagyon nagy a gépállományomban a fluktuáció. Lehet ez egy oktatóterem, egy tesztkörnyezet, lehet ez egy olyan üzleti szervezet, ahol mondjuk bérben szolgáltatunk erőforrásokat, vagy sok gépet akarok gyorsan telepíteni, vagy relatíve kevesebb gépet, de nagyon sokszor újra meg újra akarom telepíteni. Mind a két esetben elengedhetetlen fontossága a telepítésnek az automatizálása. A következő dolog, ami felmerül, az a csoportos kezelés. Hogy maradjunk a madaraknál és a napos csibéknél. Napos csibék rakodásánál az egyik lehetséges módszer, hogy fogom egyesével, fölveszem, beteszem a dobozba. Sokkal egyszerűbb, hogyha az egész berakom egyszer a dobozba, és a doboz viszem együtt. A Linux rendszereknél ez az analogia kb. Úgy működik, hogy tegyük föl, hogy meg kell frissítenem egy adott csomagot 60 darab szerveren. Előveszem a régen bejáratott, kipróbált SSH kliensemet, amit éppen szeretek. Elmegyek egyesével, első gép, telepítek, második gép, telepítek, harmadik gép, telepítek, negyedik gép, telepítek. Megcsinálom 60-szor, mire végeztem, mehetek vissza az elejére, mert megint szóltak, hogy ha, itt van még egy probléma, vagy jött egy levlistáról, valamelyik biztonsági levlistán egy riasztás, hogy miért kell hozzányúlnom megint a rendszerhez. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egyszerű, gyakran ismétlődő feladatokat gépek csoportjára azonnal végre tudjak hajtani, anélkül, hogy nagyon-nagyon manuális eszközökkel kéne harcolnom. A másik probléma, ami megjelenik, ez a szétfejlődés, a divergencia a gépeim között. Tegyük fel, hogy van egy nagy webszerver farmunk. Hát a végén elmondom a madaras példát is, nehogy kimaradjon a madár belőle. A divergencia azért probléma, mert elindulok egy olyan környezettel, ahol van 100 darab egyforma gépem, egy évig üzemel, és akkor van 87 féle gépem. A 87 féle gépemről nem is tudom, hogy eltérnek, nem tudom, hogy miben térnek el, valamelyik összeomlik, megpróbálom összehasonlítani a mellette levővel, ami nem omlott össze, és rájövök, hogy hát ezek nem egyformák, pedig azt hittem, hogy.
És akkor innentől kezdődik az, hogy akkor kezdem előről a körbejárást, a 100 darab gépemet végiglátogatom, és próbálok róla meggyőződni, hogy eléggé egyformák ahhoz, hogy egyformán viselkedjenek ugyanolyan körülmények között. A képen a Darwin pintyek látszanak, akik egy pár madártól származtak, és aztán fogták magukat és betöltötték a rendelkezésre álló élettereket, és nagyon-nagyon sokfélék lettek az évezredek során. Módosítások. Ugye a gépek életében azért megtörténik az, hogy meggondoljuk magunkat. Tehát volt nekünk egy darab kiszolgálónk, egy darab célra, és aztán kitaláltam, hogy na jó, akkor ide teszek még egy szolgáltatást. Ez egy változtatás. Ez egy olyan változtatás, ami általában egy alkalmazás telepítésével, annak a bekonfigurálásával jár, aztán utána ezt dokumentálnom kell. További módosítás lehet az, hogy jön újabb változat az operációs rendszerből, jön újabb változat a szoftverből, biztonsági frissítések, funkcionális javítások jönnek ki a rendszerre. Ezeket mindet ki kell tudnom teríteni, ha lehet automatizáltan, kötegelten, hatékonyan. Ezen túl nagyon fontos lehet az, hogy be tudjam fagyasztani a jelenlegi állapotát egy gépnek. Vannak azok a környezetek, ahol jó ötletnek tűnhet ugyan mindenféle pecset fölrakni, hogy éppen beesik a frissítési csatornába, de nem ez a helyzet, mert van rajta egy üzleti alkalmazás, ami addig támogatott, ameddig le lett tesztelve, ha elmozdítom az alatta levő platformot arról a pontról, ameddig le lett tesztelve, akkor rögtön büntetésben vagyok, hogyha összedől az alkalmazás rajta, rögtön az én hibám lesz, az üzemeltető hibája lesz. Ahhoz, hogy ezt el tudjam kerülni, szükségem van arra, hogy egy bizonyos pontig kiadott frissítésekkel tudjak telepíteni ma gépet, akkor is, ha ez egy 3 hónappal ezelőtti pont volt, mert akkor kezdtem el a tesztelését annak az alkalmazásteknek, amiből most le kell raknom 10 példányt. Tehát ez nagyon fontos tud lenni. Frissítések gyakorisága. Erre a grafikonra egy picit büszke vagyok. A pici kék pöttyök, azok a Java 7 kiadásokból azok, amikor nem volt benne biztonsági javítás. A nagy pöttyöknek a mérete attól függ, hogy mennyi biztonsági javítást tartalmaztak. Ami ennek a képnek az üzenete, az az, hogy egyrészt ezek gyakran jönnek, másrészt nem mindegy, hogy melyik frissítést hagyom ki. El lehet halasztani frissítéseket, el lehet gondolkodni azon, hogy mit, mikor nem frissítek, de ez egy tudatos döntés kell legyen, nem lehet azt csinálni, hogy random, úgy döntök, hogy most nincs kedvem frissíteni az adott szoftvert, már most nincs időm, 2 hétig nem frissítem, és kiderül, hogy éppen a legnagyobb gombócban vagyok benne, amikor 50 darab biztonsági hiba van nyitva a termékben. A Java az egy gonosz példa volt, nem a Jáváról van szó, ez egy általános jelenség, csak ehhez találtam egyszerűen számokat, amiket föl tudtam rakni egy grafikonra, és szép ütemes kiadásai vannak egyébként, de látszik, hogy nem minden frissítésnek azonos a súlya a szervezet biztonsági helyzetének a szempontjából. Ellenőrzés és biztonság. Ki ismeri fel a képen levő tárgyakat? Madaras ez is. Aha, gyűrűzés, madárjelzők. Lábgyűrűk meg ilyen jelzőlaposkák, amikkel meg szokták kerülni a madarakat. A kép azért lett kiválasztva, mert ezek a tárgyak, amik a képen vannak, átláthatóságot, transzparenciát szeretnének teremteni a madarak mozgásában és szokásaiban. Pont ugyanezt próbáljuk csinálni ellenőrzés és biztonság területén a Linux gépeinkkel, vagy akármilyen gépünkkel, de mivel a Linux üzemeltetésről beszélgetünk, itt a Linuxokról van szó. Tudnom kell megválaszolni azt a 3 kérdést bármelyik időpillanatban, relatíve gyorsan, amik föl vannak írva a képernyőre. Melyik gépeken maradt el biztonsági frissítés? Ez ugye egy alapkérdés. Ma van 4 órám gépet frissíteni. Mivel kezdek? Van 200 gépen. Elkezdhetem betűrendben, de ez nem biztos, hogy jó üzlet alapvetően. Megfelelnek-e a gépeim a belső előírásoknak? Ez egy nagyon-nagyon cakkos kérdés, mert a belső előírásoknak ugye egy része a patch levelekre, a frissességnek a szintjére vonatkozik, egy másik része pedig konkrét beállításokra. Úgy van-e beállítva az OpenSSH, úgy van-e föltelepítve az Apache és beállítva, ahogyan azt a céges standard vagy külső szabályozási nyomások előírják. Aztán ugye a legalsó sor, a legfontosabb kérdés, melyik a legkritikusabb helyzetű rendszerem? Ezt nagyon nehéz eldönteni, amikor van 100 darab géped, és van egy SSH-d. Ha jó az üzem, akkor lehet, hogy meg fogod tudni mondani, de valójában ez egy nagyon nehéz meló, kifejezetten nehéz megválaszolni ezt a kérdést. Aztán a kivételek kezelése. Ugye mindez, amit eddig elmondtam, arról szól, hogy próbálunk lehetőleg egységes folyamatokkal, lehetőleg egyöntetű gépparkot létrehozni, és automatizált eszközökkel kötegelten üzemben tartani és karban tartani. De mindig eljön az a nap egy szervezet életében, amikor a 100 darab egyforma szerverből az egyik eltér. Mert van rajta egy csomag, ami hibás, és annak a csomagnak a jelenlététől és hibás működésétől függ az egész alkalmazás stack, ami fölötte van.
Ugye én ezt ott ügyesen pinnelem, lokkolom, ahogy akarom a csomagot, de vagyunk 80 üzemeltetők. Ha nem tudom ezt valahogyan kikényszeríteni, ezt az állapotot, és valamilyen szinten ezt eszközzel támogatni, akkor bármelyik pillanatban előfordulhat az, hogy az arra járó éppen ugye melyik gépet frissítsen meg, van két órán folyamatban valahol álló kolléga, oda megy a géphez, megfrissíti a gépet, az a csomag megfrissül, az összes függése megfrissül, az alkalmazás összedől, és akkor állunk széttett kézzel, hogy na de mi történt, hát direkt le volt lokkolva a csomag. Hát igen, csak kiszólt az embernek, aki ezt csinálta. Erre is lehet eszközt használni. Térjünk át a megoldási lehetőségekre. Megoldási lehetőségekből azért van egy pár. Gondolom feltűnt a szlájdok színéből, meg a jobb oldalt alul a logóból, hogy adott termékről fogok mesélni. Az egész prezentációnak nem szeretném, hogyha az lenne az üzenete, hogy el akarok adni egy terméket, mert nem erről van szó. Arról van szó, hogy próbálom elmesélni azt, hogy léteznek eszközök, hogy célszerű használni az eszközöket, és hogy miért lehet örülni nagyon egy jó üzemeltetés támogató eszköznek. A megoldási lehetőségek között ennek megfelelően vannak olyan dolgok, amik házi fejlesztésűek. Egyszer nagyon régen nekem kellett üzemeltetnem kvázi 70, közel 80 darab Debian szervert még akkoriban, és nem volt patch management eszköz. Őrület volt végig patchelni őket. Nyilván megírtam magam kis scriptjeit, de a magam kis scriptjeiben azért benne volt az is, hogy PDS-hevel elindítottam, hogy apt-get update, apt-get upgrade, és hát ilyenkor kigurult mondjuk 30 darab kvázi egyforma gépre ugyanaz a frissítés, és mindegyik pont ugyanúgy dőlt össze 3 perccel később. És akkor így, hogy vonom vissza, mit csinálok vele, mi lesz, hogy fogok visszaállni, mentésből visszatolom, előcibálom a csomagot, a valamelyik korábbi változatát a repozitorium, melyiket cibálom elő, mi volt előtte fönn egyáltalán, mit kezdek én ezen az egészen. Ez egy nagyon nehéz helyzet. A házi fejlesztési eszközöknek mindig lesznek lefedettségi problémái, tehát nem fogok tudni teljes körű megoldást építeni, ha csak nem vagyok egy nagyon nagy vállalat, és van erre egy külön szoftverfejlesztő részlegem, aki más se csinál, csak rendszermenedzsment szoftvert fejleszt. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy biztos, hogy ezeket az egyébként zseniális, jó képességű szakembereket erre kell elpazarolni, vagy inkább vegyünk, vagy használjunk valamit, ami teljesen nyíltan elérhető és könnyen használható, eleve készen van. Ugye nagy a belső erőforrás igény, viszont teljes a kontrollunk a stack fölött. Az kerül bele, ami eszembe jut. Bármit bele tudok tenni. Van, ahol ez akkora tényező, hogy ez a helyes megoldás. Általában nem. Megfigyeltétek a képet? Szerintem zseniális. A kis emelős kocsira fölállt, és utána megtaladta magát a targoncával fölfele. Nagyon durva. Nyílt forrású eszközök. Nyílt forrású eszközökből van egy csomó. Az a helyzet, hogy a nyílt forrású eszközöknek a kezelésére általában jellemző, hogy viszonylag komoly szakértelem kell a cégem előtt. Tehát valakinek így el kell ásni magát benne, mert nem mindegyik nyílt forrású eszközhöz egyszerű támogatást találni. Tudom, hogy ez nem feltétlenül népszerű érvelés itt ebben a körben, de ezt muszáj elmondanom. De lehet teljes körű a megoldást. Van egy csomó nyílt forrású termék, ami többek között az is, amiből mi építjük a saját egyébként támogatott megoldásunkat, az is egy nyílt forrású termék, és gyakorlatilag mindent tud, amit a miénk. Tehát van nyílt forrású, teljes körű megoldást nyújtó termék a nyílt piacon, és még mindig a kezemben van a teljes kontroll. Tehát át tudom szabni, ahogy akarom. Az megint egy nyitott kérdés, hogy ha már átszabtam, mit csinálok vele, utána nekem kell támogatnom, és nekem kell beleportolnom a javításokat. Aztán a következő megoldás az, hogy termékesített nyílt forrású eszközt használunk. A SUSE ebből él most már 20 éve, fogunk valamit, ami nyílt forrású eszköz, és hozzáteszünk még egy kicsit, javítgatunk benne dolgokat, feature-öket teszünk hozzá, nyújtunk mellé támogatást, nagyon igyekszünk teljes körű megoldást nyújtani a problématérre, amivel foglalkozunk, és pénzt kérünk érte. Ez egy hátrány. SUSE Manager. Hát eljutottunk oda, hogy elkezdek beszélni magáról a megoldásról, nem elsősorban a SUSE Managerről, gyakorlatilag bármi, amiről beszélek a Spacewalk projektből kieső termékre, a Spacewalkra ugyanúgy vonatkozik. A Spacewalk annak idején a Red Hatnél kezdte a pályafutását, a Red Hat Network Satellite volt az ő neve annak idején, és ez arra szolgált, hogy a Red Hat által kiadott pecseket kontrolláltan, többé-kevésbé automatizáltan, eszközzel megtámogatva tudjuk teríteni a saját infrastruktúránkon belül. Tehát ne az legyen, hogy minden egyes kiszolgálom elmegy központba valahova, és megpróbálja leszedni a pecseket, és akkor ez összedől, és akkor egyáltalán problémák vannak vele. Legyen helyben egy megoldás, ami összegyűjti a pecseket, összegyűjti a mindenféle menedzsmenttel kapcsolatos feladatokra szolgáló részmegoldásokat, és egy egységes felületet ad hozzá.
A mi termékünk, a SUSE Manager, a SpaceFolk-ra épül, hogyha egy ember alaposan megnézi, nem tudom mennyire látni onnan, de gyakorlatilag minden menüpontnak megvan a megfelelője mind a két felületen. Néha át van nevezve egy kicsit, de nagyjában egészében ugyanaz. Tehát akármi, amit mondok, kivéve amikor külön kiemelem, hogy ez SUSE Manager specifikus dolog, az működni fog a SpaceFolk-on is. Csoportkezelés. Doboz egy kis csibékkel, csinálnom kell időnként egyszerre dolgokat egy csomó géppel. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam oldani, ahhoz csoportokba tudom szervezni a gépeket. Ezen a képernyő kép darabkán három darab gépcsoportom van, van egy DOM0, ezek a Xenes virtualizációs platformjaink, van egy Production VM csoport, ahol az éles beállított VM-eink vannak, és van egy Test Group, ahol az áldozatok vannak. Jobb oldalt van egy ilyen Using SSM oszlop, abban az oszlopban található kis gombot megnyomva a System Set Manager indul el, ahol aztán akármit tudok csinálni a csoportgéppel, amit egyébként egy géppel tudnék csinálni. Tudok rá csomagot telepíteni, csomagot leszedni, patchet teríteni, konfigurációs fájlokat kezelni, gyakorlatilag bármit meg tudok csinálni ezen a ponton, úgy, hogy nem kell az egyes gépekkel molyolnom, hanem össze van rakva a csoport, és tudok vele valamit kezdeni. Ugye ez nem mindig jó, nem mindig vannak előre megszervezve a csoportjaim az adott nézet számára. Minden egyes gépnél, aminek az áttekintő oldalát megnézem, van egy kis plusz jel ott jobb oldalt fölül, aminek az a felirat, hogy Add to SSM. Ezzel hozzá tudom adni a System Set Managerhez, van 50 gépem, tudom, hogy ez a 3-4, amivel most egyszer akarok valamit csinálni, azokat össze tudom dobálni a System Set Managerbe, és utána az előző felülethez hasonlóan, az előző oldalon látható felülethez hasonlóan egyszerre az egész kötegre, az azonnal hirtelenjében összerakott csoportra tudom elindítani a műveleteket. A gépek csoportjait még egy dologra föl lehet használni, jogosultságokat lehet osztani rájuk. A delegált adminisztrációnak ez egy egészen sajátos megoldása. Fogom a webes felületen, összecsoportosítom a gépeket, majd adok adott usernek lehetőséget arra, hogy ezeket a gépeket kezelje. Ez nagyon jó, hogyha nagy méretű az adminisztrációs, a rendszeradminisztrációval foglalkozó csapat, és delegálni akarunk feladatokat közöttük. Mondjuk nagy tudású kollégám kezeli a fürtözött gépeket, én kezelem a webszervert, másik nagy tudású kollégám kezeli a virtualizációs platformokat, és akkor így el van osztva a felelősség, egyszerűbb az élet. Nem kell senkinek azt nézni, hogy a másiknak a szerverén mi az, ami piros. Automatikus telepítés. A termékben van megoldás a SpaceFolk-ban is, meg a SUSE Manager-ben is automatikus telepítésre. Ugye a szokásos darabokból áll, nincs benne semmi forradalmi. A nagyon jó az, hogy míg ha ezt nekem kell összeraknom darabokból, tehát beállítok egy DHCP szervert, egy TFTP-t, megoldom, hogy legyenek tükrözve a csomagtárolók, megoldom, hogy kész legyenek az AutoEST és Kickstart profilok, föltelepítem a Coant, hogy virtuális gépeket tudjak konfigurálni. Ez meló. Ez egy hetet el lehet ezzel szórakozni, igazából komoly probléma nélkül. Még akkor is, ha nincs igazán baj vele, csak rakosgatjuk össze, meg teszteljük. A SpaceFolk is, meg a SUSE Manager is nagyon-nagyon jó követhető telepítési utasítással érkezik, és minden komponens megvan benne készen összerakva. Igazából csak a profilokat kell összeállítanunk benne, meg minimális konfigurációt kell végezni, és munkára kész az eszköz. Amikor autóinstalláláshoz profilt akarod létrehozni, per pillanat a termékben két opció van, SUSE-ék támogatásához AutoEST-ot tudunk használni, Red Hat-eknek a telepítéséhez Kickstartot, meg nyilván több Red Hat származék használja a Kickstartot, tehát azokra ugyanígy vonatkozik ez a bölcsesség. Tehát ez a szerkesztő felület, amit nagyon-nagyon segítőkészen és készségesen a SpaceFolk és a SUSE Manager felajánl ahhoz, hogy egy SUSE-s install profilt szerkesszünk. Azért ez látszik, hogy ez nem az a kifejezetten emberbaráti dolog, de ki van emelve egy kicsi szelet jobb oldalt alulra, ott látszik az, hogy lehet változókat előre definiálni és feltölteni, és ugye a profilban nem kell belenyúlnom, amikor egy-egy dolgot, amiről tudom, hogy gyakran meg kell változtatnom, megváltoztatok. Így nem kell mindig az XML-ben katarásznom, hanem csak ezeket a változókat egy másik konfigurációs felületen beállítom, és akkor így a host nevet, IP címet, vagy tetszőleges dolgot változókon keresztül tudok konfigurálni. És ez nagyon-nagyon hasznos, meggyorsítja a munkát, nem kell mindig új profilt gyártanom. Patch-kezelés. Ugye a patch-kezelés az, amivel szerintem a rendszergazdák az időnek a legnagyobb részét el tudják tolni azzal, hogy megyünk körbe-körbe, és rakjuk föl a pecseket, és örülünk neki, hogy fönn van. Miután fönn van. Közben meg utáljuk, mert unalmas. Monoton. Terítés. Terítésnél két opciónk van. Lehet automatikusan teríteni a pecseket, erről majd beszélek egy pár szót még, és lehet kézzel teríteni.
nyilván csoportokra, egyesével, ahogy tetszik, látszott, hogy a System Set Manager-en keresztül mindent meg lehet valósítani. Állapotnézet az egy nagyon jó eszköz arra, hogy valamilyen szinten átláthatóbbá tegyük az üzemeltetésünket. Meg tudjuk nézni, hogy melyek azok a gépek, amik elmaradtak, milyen hibajavítások maradtak el, mivel kéne kezdenem a munkát, ha most lenne egy kis időm pecsálni. Következő nagyon fontos dolog, hogy vissza lehet vonni kiküldött csomagokat és kiterített pecseket. Hogyha volt egy pecsem, ami eltört egy alkalmazást, akkor korábban erre az volt a megoldás, hogy vagy mentésből visszaálltam, vagy előbányáztam valahonnan az előző változat. Ha tudtam, hogy mi volt az előző változat, ami fönn volt, ami hogyha nem teszek föl minden pecset, akkor nem biztos, hogy az előző volt, hanem lehet, hogy a héttel ezelőtti. Tehát nem egyszerű visszamenni oda feltétlenül. Tehát van lehetőség visszavonásra, és lehetőség van arra, hogy befagyasszunk gépeket. Ha lelokkolunk egy gépet, akkor arra a felületen keresztül nem fog tudni senki pecset teríteni. Ugye még mindig ott van a lehetőség, hogy valaki ügyesen bemegy oldalról, és ott majd parancsorból megpecseli a gépet. Ez folyamat kérdése. Tehát ott rá kell szólni az emberekre, hogy ne. Áttekintő nézete a patch kezelő felületnek. Látszik, hogy van egy oszlop, ahol ki van emelve szép, nagy piros pajzsokkal megdíszítve és számokkal jelölve, hogy hol mennyi biztonsági frissítés maradt el, mennyi hibajavító és mennyi enhancement patch, ilyen legyen jobb a szolgáltatás típusú patch maradt el. Egy másik nagyon érdekes nézet a System Currency Report, ami egy nagyon-nagyon gyors döntési pont arra, hogy melyik géppel kéne kezdenem. Felsorolja azt, hogy milyen típusú, súlyosságú biztonsági frissítések maradtak el, milyen hibajavítások és milyen egyéb enhancement patch-eknek az elmaradása van a rendszerében. És ez helyből pontszám szerint sorban van rakva, így el tudok kezdeni föntről lefelé menni, és fel tudom mérni azt, hogy igen, 1037 pontja van a Xen 1 nevű gépnek, de hogy hót nem érdekel, mert IP címe sincs a gépnek, tovább lépek. A Xen 2-nek ez bizony fontos termelési dolgokat futtat, 508 pontja van, akkor ezzel kezdem a pecselést. Továbbra is benne marad az emberi döntés lehetősége, de legalább van egy nézetem, ahol el tudom dönteni azt, hogy melyik gépekkel érdemes egyáltalán foglalkoznom. Itt van az automatikus telepítés. Ez egy pipa. Csodálatos. Betesszük ezt az egy pipát, és onnantól kezdve a rendszer automatikusan kitolja az adott gépre a pecseket. Javaslom, hogy ezt mindenki gondolja végig alaposan, hogy mennyire jó ötlet. Van az az egyébként szinte soha elő nem forduló helyzet, hogy jön egy patch a szállítótól, az a kedvenc Linux disztribúciónktól, akárhonnan, ami éppen be van tükrözve repónak, és akkor bejön egy csomag, ezt automatikusan kitolja a rendszer, és utána nem működik az egész. És akkor így elkezdünk aggódni. Tehát mondjuk van egy webserver farmom 100 darab géppel, ami mind ugyanazt csinálja, ugyanannak a horizontálisan skálázott farmnak a része, oda nem biztos, hogy ki akarom küldeni mind a 100-ra a pecseket automatikusan, mert akkor el tudom veszíteni egyszerre az összes gépet, és hiába építettem az irgalmatlan méretű magas rendelkezésre állású rendszeremet, egy szál hibás pecsel megölöm az egészet. Tehát visszaraktam egy hibapontot, egy bukási pontot a rendszerbe ezzel az egy pipával. Ha viszont vannak olyan gépeink, amik tesztrendszerek, olyan gépeink, amik egyébként nem felhasználó felnéző, vagy nem üzleti folyamatokat támogató, hanem egyszerűbb háttérrendszerek, mondjuk az IT-nak az ISO image tartó szervere, akármi ilyesmi, arra teljesen nyugodtan ki lehet tolni automatikusan a pecseket, szakik azok úgyis észreveszik, hogy földbe állt a szerver, és mennek és megjavítják. Hát az ő dolguk. Mi dolgunk? Borzasztó. Az a baj, hogy ahol dolgozom, ott ez az én dolgom részben. És én is beraktam egy ilyen pipát, de még eddig nem buktam be. Patch kezelés. El tudunk kezdeni pecseket teríteni a csomag felől. Tehát ha hallottam arról, hogy úristen, volt egy ordinári méretű lyuk adott alkalmazásban, a Java megint gonoszságból van itt, nem, nincs semmi bajom vele, csak éppen ez jutott a kezem ügyébe, akkor a patchre ránézve ott meg fog jelenni egy lista, hogy melyik gépeken maradt el ez a frissítés. Tehát azt is meg tudom csinálni, hogy minimalista módon terítem a pecseket. Tudom, hogy melyik patchre van szükségem, melyik alkalmazással van bajom éppen. Azt az alkalmazást, vagy az ahhoz tartozó patchet fogom és kiszórom az érintett rendszerekre és semmi mást. Ez is egy nagyon nehéz meló, hogyha az ember ezt kézzel csinálja, megint végig kell balagni az összes kiszolgálót. Rollback, visszavonás képessége. Ez egy hihetetlen nagy móka. A Spacewalk és a SUSE Manager, mind a két termék pont ugyanazt csinálja, vezet egy kis naplót arról, hogy milyen műveletek történtek az adott géppel, adott oprendszer példánnyal.
Itt a listámmal nem tudom mennyire látszik, van egy olyan, hogy csomagot telepített, config fájlokat tolt ki, frissített, ilyen dolgok történtek. Most ebből kinézek egyet, meg akarom nézni, hogy mi az eltérés. Egy kattintással meg tudom mondani, hogy fping csak a mostani profilban van benne, a korábban nem volt felrakva. A LipSensors 3 szintén, a többi ez meg lett frissítve. És ha tudom, hogy a LipSensors 3-mal bajom van, és a többi meg nem érdekel, vissza tudom gurítani az egészet néhány perc leforgása alatt. Értelemszerűen, hogyha kernel frissítést vonok vissza, akkor a rebootot nem úszom meg. Csomagkezelés. Csomagkezelés megint egy olyan dolog, ami relatíve időigényes tud lenni. Az unásig ismételt példámat tudnám felhozni a 100 darab webszerverrel, de nem teszem. Terítés, egyedi tárolók. Igen, ez egy fontos dolog. Általában nem egy forrásból származnak az alkalmazásaink. Az alkalmazások, amiket használunk, csomagok, amiket használunk, a legritkább esetben jönnek mondjuk az én szakmai előítéleteimből kifolyólag csak a SUSE által adott repozitorikból, hanem van két-három csomag, amit én raktam össze, van két-három csomag, ami az Open Build Service-ből jön. Ezeket mindent össze tudom tükrözni, akadott esetben tudok csinálni egy Java repozitoriót, ahova bepakolom az eredeti Javát, és ebből tartok ott egy verziótörténetet, és azon keresztül tudom teríteni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tudok bármilyen tetszőleges csomagot bevonni az eszköz alá. Csomagkezelésnél itt egy, mit is csinálok? Igen, System Set Manager felül történő csomagterítést screenshotoltam le példaképpen. A jobb felső sarokban látszik, hogy két darab számítógép van kiválasztva. Van egy kereső nyílás, egy szűrő, beírom oda a szöveget, amit keresek, Apache Preforkot akarok telepíteni, beírtam azt, hogy Prefork, megjelenik a csomag, kipipálom, rányomok arra, hogy install, és a két szerveren kint van a cucc. És kész, nem kellett semmit csinálnom, gyakorlatilag. Csak egy kicsit. Virtualizáció támogatás. Ugyanezt nem emlegettem még eddig, de a virtualizáció fölvet egy pár új problémát, főleg átláthatósági gondokat okoz. Az egy darab gépem az nem egy darab gép, hanem a jóisten tudja, hogy mennyi. Ki tudja, hogy éppen melyik workloadok futnak rajta, hogy néz ki ez az egész. A workloadok közül melyik van frissítve. Amikor a frissítéseket próbálom kitalálni, akkor általában próbálom úgy összehozni, hogy amikor a DOM nullát, a hypervisort meg kell bootolnom, akkor ma ugyan terítsem már ki a pecseket az összes rajta futó workloadra is, mert akkor azoknak a bootját úgyse tudom elkerülni, le tudom csökkenteni a kieséseket ebből kifolyólag. Virtualizált gépeket is lehet felügyelni vele, és a virtualizációs platformot is. A virtualizációs platformon ki lehet listázni az adott hypervisoron futó virtuális gépeket, és azokon lehet módosítani beállításokat. Meg tudom változtatni a kiadott CPU-nak, memóriának a mennyiségét. Tudom törölni a rendszert, az mindig nagyon jól jön. Virtualizáció kapcsán felmerül még, hogy virtuális környezetekben meg szokott jelenni az, ami a 2000-es évek elején volt nagyon nagy divat fizikai szerverekkel, hogy így csinálunk belőle rengeteget. Tehát hogy nagyon gyakran eléri a cégnél dolgozó alkalmazottak számát a virtuális gépek száma. Ezért aztán itt óriási jelentősége van annak, hogy tudjak telepítést automatizálni, és meg tudjam azt csinálni, hogy lehet, hogy egyformák jöjjenek már ki belőle, ne az legyen, hogy valaki ül és nyomkodja a gombokat, mert akkor mindegyik gépen máshogy fog kinézni. Ehhez ad egy eszközt, a COAN nevű parancsori telepítő megoldással integrálódik, annak tudja átadni az install profilokat, a webes felületen ki tudom választani az install profilt. Az install profil tartalmazza azt, hogy milyen erőforrás mennyiségekkel, melyik bridget használja, mekkora a disk, mennyi CPU, mennyi memória. Elgurítom, és 10 percen belül kész van a gép. És mondjuk szenes paravirtuális gépeknél komolyan 10-15 perc. Tehát elképesztő tempóban készül el. Virtualizáció mellett van egy nagyon-nagyon hasznos integrációs felület, ez úgy tudom, hogy ez csak a SUSE Managerben van benne. A SUSE Studio-nak az online vagy a helyben telepített példányával tud integrálódni. A SUSE Studio egy olyan eszköz, amivel ízlés szerint nekünk tetsző Linux oprendszer image-eket tudunk összerakni. Ez kiterjedhet csak arra, hogy össze van állítva ebben a példában egy OpenSUSE installom, amihez nem kell telepítőt futtatnom, csak az image-et kell kitolnom a gépre, és kész van, és ez biztosan egyformán lesz, azokat a beállításokat kapja, amiket szeretnék, de el lehet menni egészen odáig, hogy akár a teljes alkalmazás stacket belerakom. Tehát benne lesz a Java, a Tomcat, az előtte frontoló Apache proxival beállítva, tetszőlegesen, akár az SSH kulcsaimat beleteríthetem a gépekbe, hogyha ezt szeretném.
és utána itt a webes felületen ki tudom állítani, hogy ezt az image-et szeretném feltenni erre a gépre, és kész, ott lesz belőle egy példány, ami fut. Konfiguráció management. Konfiguráció kezelés Darwin pintjek. Ugye azt próbáljuk elérni, hogy a jelenleg egyforma gépeim ne legyenek eltérőek fél év múlva. Vagy ha igen, akkor tudjam, hogy miben térnek el, és azokban térjenek el, amiket én megengedtem, hogy eltérjenek. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz az eszköz a konfigurációs fájlokat a csomagokhoz hasonlóan úgynevezett csatornákba szervezi. A csatornák azok egy kupac config fájlt képviselnek, a gépeket a csatornákhoz tudom kötni, vagy a gépek csoportjai csatornákhoz tudom kötni, egy gép lehet több config fájl csatornának is tagja, tehát ez nem egy probléma. A config fájloknak a tartalma ugye kevésbé hasznos, ha csak azt tudom csinálni, hogy így beleírom a szöveget, mert hogy gépenként változhat a szükséges tartalom. Ezért aztán lehetőség van makrókat felhasználni a konfigurációs fájlok felépítésénél. És szükségünk és lehetőségünk is van arra, hogy a konfigurációs fájlokat összetudjuk hasonlítani, a jelenleg kint levő üzemben álló konfigurációs fájlokat összetudjuk hasonlítani, akár mélységében is, azzal, ami a repozitoriban van. Ez a konfigurációs fájlok kezelésének az áttekintő felülete. Itt látszik az összes config fájlnak a listája, ez a mi kis játszós rendszerünk, ebben nincsen túl sok. NRPE konfigot meg egy úgynevezett test CFG-t tolunk ki, amiben egy nagyon-nagyon érzékletes, gyümölcsös példa lesz az informatika történelméhez ragaszkodva. Ott látszik, hogy van egy gyümölcs nevű változó, amit két helyről próbálunk meg feltölteni. Az egyik egy előre definiált, a rendszerhez definiált változó, ez a test key nevű változó, ezt számítógépenként ki tudom tölteni, ha akarom. Ha nem töltöm ki, akkor az kerül be oda, hogy dínje. És jó, ez így egyszerű. Ezen kívül a Spacewalk is, meg a SUSE Manager is tartalmaz egy jókora mennyiségű úgynevezett makrót, ami eleve elérhető, a gépnek az IP címe, host neve, az operand release, meg különböző dolgok elérhetőek így makró formájában, és így lehet hivatkozni rájuk, anélkül, hogy be kéne gépelgetnünk belőle 9-10 változatot. Konfigurációs fájlokat össze tudjuk hasonlítani a csatornában levővel. Amikor az összehasonlítás lefut, akkor visszajön nekünk egy ilyen kis értesítő oldal, ahol ott van a config fájl, és ott van a megjegyzés, hogy eltérő. Differences exist. Amikor megtekintem az eltérést, akkor látom, hogy itt egy szép kis diffet kaptam. Ez nagyon-nagyon jó, ez hihetetlen hasznos. Ha azt keresem, hogy összedőlt a webszerver tegnapról mára, meg tudom nézni, hogy állnak a config fájlok, amiket egyébként a SUSE Manager-en keresztül terítek, vagy Spacewalk-on keresztül terítek. Megcsinálom ezt az összehasonlítást, és le tudom szűkíteni a problémámat arra az öt sorra, ami megváltozott. És el tudok kezdeni gondolkodni rajta, hogy kit kell elkapni, hogy ezt ne csinálja, vagy a szélétől, alulról változtatja meg a konfigot, nem a jóváhagyott felületen keresztül, és könnyebben fel tudom deríteni azt, hogy a megváltoztatott beállítások közül mi volt az, ami nekem tulajdonképpen elrontotta a játékomat. Konfiguráció audit. Most akarok elnézést kérni azért, amiről itt beszélni fogok. Ez egy relatíve új terület, nagyon fáj a termékhez, az eszközhöz hozzányúlni, ami van hozzá. Az egész arról szól, hogy vannak üzemeltetési, hogy hívják azt, hogy best practice magyarul? Bevett gyakorlat, igen. Tehát vannak ilyen bevett eljárások, bevett gyakorlatok, amikhez a cégek igyekeznek igazodni tudatosan vagy tudatalatt, de valamilyen szinten igen. Ahhoz, hogy ezt le tudjuk ellenőrizni, ahhoz elképesztő mennyiségű kézi munkát kell belefektetni ebbe. Le van írva egy 200 oldalas dokumentumban, hogy hogyan kell lennie beállítva a biztonságos Linux szervernek, ami Oracle adatbázist futtat. Ez a címe az írásnak. Ekkora, ilyen vastag, minden oldalon van 400 utasítás, amit vissza kell ellenőrizni egyesével. Katasztrófa. Van 10 ilyen géped, egy biztonsági auditnál a megfelelőségnek a bizonyítása egy havi munka. Nem jó. Ehhez próbál a SCAP projekt segítséget nyújtani. A SCAP-nek semmi köze nincs a nyílt forrású világhoz alapvetően, ez egy nyílt szabvány. Az amerikai kormányzat kevés ajándéka az emberiség számára. Security Configuration Automation Protocol a neve. Az a lényeg, hogy egy egységes, hordozható, szabványosított keretrendszert nyújt ahhoz, hogy megfogalmazza kritériumokat, és leellenőrizzem az azoknak való megfelelésnek a tényét.
Az OpenSCAP az ennek a SCAP specifikációnak egy nyílt forrású megvalósítása, itt jön be a nyílt forrás, és persze ott, hogy ehhez van egy integrációs réteg a SpaceFogban és a SUSE Managerben, tehát nem kell ezt nekem kézzel, mindenképpen egyesével futtatnom, hanem központilag egy eszközről automatizáltan végre tudom hajtani ezeket a szkeneket, utána meg tudom nézni vagy nézetni az egyik kollégával, és akkor valaki tud valamit lépni a kérdésben. A kétféle konfigurációs állomány, nevezzük állománynak, tartozik egy SCAP definícióhoz. Van egy XCCDF, amihez lesnem kell. Extensible Configuration Checklist Description Format. Ez az a fájl, ami tartalmazni fogja azt, hogy pontosan mik azok a dolgok, amiket szeretnék ellenőrizni azon a gépen, amin éppen csinálom az ellenőrzést. A másik az OVA, az az Open Vulnerability Assessment Language, az pedig tartalmazza azt, hogy ezek az ellenőrzések, ezek technikai szinten miből állnak. Benne van-e az adott szöveg abban a config fájban, hogy? Ugye nincs benne az a szöveg abban a config fájban, hogy ilyen típusú dolgokat lehet megfogalmazni. Azt halkan jegyzem meg, hogy egyébként a SCAP föl van készítve arra, hogy tetszőleges számú operációs rendszeren végezzen ellenőrzéseket. Tehát akár Windows Registry beállításokat is lehet ellenőrizni ezzel. Nyilván nem SUSE Manageren keresztül, de lehet. A STIG az utolsó dolog, ez a Security Technical Implementation Guide. Ez pedig az amerikai hadseregnek az ajándéka az emberiség számára. Azt teszik, hogy nekik van egy rakás elképesztően mély, mélyen kidolgozott és részletes szabványuk, hogy milyen típusú adatokat hogyan beállított rendszereken lehet kezelni. Nagyon szorgosak, elkészítik elképesztő mennyiségű operációs rendszerhez. /11 on SystemZ, Red Hat on x86, től kezdve Windowshoz, mindenféle dologhoz van nekik ilyen kis ellenőrzési listájuk, hogy amennyiben ez szigorúan titkos adatokat kezel, ezeknek az ellenőrzésének kell megfelelni. A rossz hír az, hogy belenéztem egy ilyen XML fájba, 20 megabájt, és egy sor, tehát így, nem olyan jó vele dolgozni, de a tanulságokat le lehet belőle szűrni. Ha valaki célzottan keresgél benne, akkor azért lehet értelmezni, meg nyilván az XML-t azért vissza lehet tördelni ember által olvashatóbb formára. Most kérek nagyon-nagyon mélységesen bocsánatot, mert két slide múlva jön a pokol. A következő még nem olyan vészes, így néz ki, ha parancsorból végezzük el az ellenőrzést. Van ez az OSCAP nevű parancs, ami az OpenSCAP csomagban található meg. Tehát üzenet az az, hogy ahhoz, hogy ez működjön, az OpenSCAP profilnak ott kell lennie mindenképpen, tudod használni a konfiguráció menedzsmentet ennek a terítésére, a csomagkezelést meg tudod használni arra, hogy az OpenSCAP csomag föl legyen telepítve. Utána megmondod azt, hogy egy XCCDF evaluációt szeretnél végezni, a profil, amit akarsz használni abból a config fájlban, amit megadtál, az a default. Ez az általános egyébként, hogyha nyílt közösségek által készített profilokat nézegettek, hogy szinte mindig lesz egy default profil, amiből általában csak a platform specifikációt kell kivágni, hogy tetszőlegesen fel tud használni, majd fogunk erre látni példát. Amikor lefuttatod, akkor látható, hogy minden zöld, mármint, hogy majdnem minden, mert az utolsó nem, és ezen kívül még volt egy 100, ami nem fért fel a screenshotra, azok mind pirosak voltak. Ehhez persze adunk egy nagyon csinos kis webes felületet is. Mind a SpaceWalk, mind a SUSE Manager ugyanezt a felületet tartalmazza. Látszik, ha az ember óvatosan végignézi soronként a szöveget, hogy honnan loptam ezt a profilt. A Gen 2 Security Benchmark OpenSSH 1 ellenőrzési készlet, ami a Hardened Gen 2 projektnek az SSH beállításait ellenőrzi. És egyébként azért is érdemes ezeket végignézni, mert vannak benne jó ötletek. Tehát amiket így az ember nem feltétlenül gondol végig előről, itt ilyen biztonságra elég szorosan rátapadt emberek találják ki ezeket az előírásokat. Vannak benne irracionálisan szűkre szabott dolgok, de van benne nagyon sok olyan dolog, amit egyszerűen csak nem gondoltunk végig. Hogy egy élő példát adjak, például benne van ebben az ellenőrzési listában az, hogy az OpenSSH démonom legyen rákötve egy konkrét IP címre. Ugye? Az ember így ránéz, első ránézésre, minek? Azt szeretném, hogy hallgasson mindenhol. De ha belegondolsz abba, hogy változhat az IP címek listája, és ettől függően lehet, hogy nem jutnak érvényre a tűzfal szabályaid úgy, ahogy szeretnéd az adott szolgáltatásra, rögtön nem biztos, hogy mindegy, hogy melyik IP címen vagy IP címeken hallgat az SSH démonod. Megjön plusz egy IP cím, vacakul vagy tudatosan úgy van összerakva a tűzfal szabályrendszered, hogy a cél IP cím alapján szűrsz, hirtelen, és mondjuk nem dropol a policy vége, persze, akkor így tudsz olyan lukat nyitni, amire nem is gondoltál. Rosszul mondtam, a következő szlájdnál kezdődik a pokol. Így néz ki egy XCCDF konfigurációs fájl.
Azzal kezdődik, hogy van ott egy profil ID, ahol azt látjuk, hogy default. Ezt a profilt, ezt én csináltam. Lehet, hogy majd őszinteségi rohamomban elmondom, hogy mennyi időt töltöttem vele. Egyébként nagyon egyszerű. Gyorsan megvan vele az ember. Két darab szabály van benne definiálva. A szabály definícióból az a szép hosszú string, ahonnan az a sötét vonal elindul, az adja meg, hogy az ovál definíciós fájban melyik ellenőrzés lesz az, amit ez meghív. Ez a profil. Na, ott még lesz több nyíl. Szóval az van, hogy miután megérkeztél a másik fájlba, hogy megértsd, hogy mi történik, ott találsz egy definition class-t, egy class definition, bocsánat, ahol le van írva az, hogy melyik, mi a neve annak a dolognak, ez az a hosszú string, amit az előző fájlban láttál, az köti össze a másikkal. Itt le lesznek írva kritériumok, amiknek mindegyiknek van egy hasonló azonosítója, ami szerencsére legalább ugyanebben a fájlban lesz egy kicsivel lejjebb. Az alapján az OVA, who, MPS, H, Linux, TST2 string alapján megtalálod a tesztnek a definícióját, aminek az lesz a neve, hogy OVA, who, MPS, H, Linux, TST2, abban megvan adva egy objektum és egy ellenőrzés, amit el akarunk végezni rajta. Az objektum az az OVA, who, MPS, H, Linux, OBJ 2, azt megnézed, azt fogod látni, hogy oda van írva, hogy per LTCP-es sudoers, itt van a lényeg, az LTCP-es sudoers file tartalmából a nem comment és nem space, nem üres sorokat akarjuk vizsgálni. Ez a kontextus, amiben mozog az ellenőrzésünk. Miután ez megvan, utána megnézhetjük azt, hogy na jó, és akkor mit ellenőrzünk rajta? És akkor azt látjuk, hogy all, na pont ezt a sort nem szeretnénk látni ebben a config fájban, mert akkor az azt jelenti, hogy ha tudod valakinek a jelszavát, akkor ő lehet a sudo segítségével. És egyébként van még oldalirányú mellékhatása is. Ha valakit érdekel ez a téma, ami egyébként szerintem borzasztóan izgalmas, nagyon hasznos, rengeteg energiát lehet beletenni, de azt gondolom, hogy ha valakinek megfelelőségi nyomás van a nyakán, rendszeresen jön auditor, külső vagy belső, annak ez jól tud jönni. Gyorsan tud kérdésekre választ adni, olyan típusú kérdésekre tud választ adni, amire egyébként embertelen mennyiségű kézi munkával tud csak. Bónusz? Van mobil kliens, és sem menedzserhez. Egy pici problémája van, vagy VPN-t használsz szakértő kollégám felvetése alapján, ami nem minden mobiltelefonról megy normálisan, vagy kitolod az internetre a SUSE menedzseredet, ez határeset, vagy mit is csinálsz még? Mi volt a harmadik? Igen, Wi-Fi. Igen, hogy Wi-Fi van. Wi-Fin keresztül csinálod a menedzsmentet, ahol megint nem hülyeség az a VPN. És így néz ki nagyjából, amikor további oldalait nézegeted a mobil felületnek, van géplistád, szinte minden funkció elérhető, ami egyébként. Elnézést kérek a thank you-ért, azért van, mert azt nem tudtam átírni céges templét, nem tudtam vele semmit kezdeni, de az üzenet ott van, nagybetűkkel, feketén és zölden. Az üzemeltetés okos eszközökkel tényleg jobb. Őrületes mennyiségű időt tudtok megspórolni, amit ráadásul monoton droid munkából vesztek ki, és értelmes munkába tudjátok áttenni. Ez mindenkinek jó. Ez jó az üzletnek, ez jó nektek. Szerintem nektek a legjobb egyébként, mert és amennyire emlékszem, én nagyon utáltam pecset teríteni, és ezzel ezt meg lehet úszni, 90%-át meg lehet úszni a macerának. Ráadásul a vezetőség felől jövő cizelláltabb kérdésekre is lehet úgy választ adni, hogy nem kell egy hétig hegeszteni hozzá, hogy meglegyen a válasz. Köszönöm szépen, itt leszek egész délután valószínűleg az OpenSUSE-s tannál megtaláltok, vagy bárhol. Köszönöm.